De Ábrám így válaszolt Sodoma királyának. Fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat vagy saru szíjat nem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy el ne mondhasd, én tettem gazdaggá Ábrámot. Ábrahám kész volt megharcolni azokért, akik a fosztogatók kezébe kerültek, így unokaöccsért, Lótért és annak családjáért is. A harcmezőről hazatérő győztes Ábrahámot a városok királyai szabadító hősként ünnepelték. Sodoma királya azt az ajánlatot tette Ábrahámnak, hogy a zsákmányt tartsa meg magának. A hadiuk szerint a háborúban megszerzett holmi a zsákmányoló tulajdona, az ősatya azonban ezt elutasította. Nem fogadta el a zsákmányt ajándékként sem, hogy ne dicsekedhessék a rossz hírű hírhetváros királya azzal, hogy az ő javaiból lett gazdag Ábrahám. Neki nem a Sodomából származó gazdagság kellett, hanem az Úrtól való. Ábrahám nem volt anyagias. Én az vagyok.